Sziasztok, én Dezső Bánc, és elkezdtünk a legújabb videóhoz, itt van velem Márk. Szevasztok, hello Bence. És mi lesz ebben a videóban? Hát mi lesz ebben a videóban? Az, hogy most megetettelek már itt, megebédeltél faszán. Igen, mondjuk már el, hogy hol vagyunk, vezest fel, kérlek. Itt vagyunk a Hold utcai piacon, a lakatos műhelyben, ahogy ott látjátok is a kiíráson, ez a mi kis bisztrónk, éttermünk, ami arról híres, hogy a fantasztikus sült kolbászaimat lehet megkóstolni, és természetesen nem csak azt, hanem egyszer jó desszertet is, nem? Így van. Így lehet csúnyán beszélni a YouTube-on? Lehet, mert ki tudjuk sipolni. Akkor jó, ez egy nagy szerencsém. Tehát megkóstoltad a négy exkluzív ízesítésű sült kolbászt. Hogy ízlen? Nagyon finom volt, tényleg. Én ettem már elég sokféle kolbászt, de ezek tényleg nagyon jók voltak. Saját mustár, saját csali. Meg hát a mustár is saját volt, igen, ezt akartam mondani. Áfonyás zsályás, hogyha erre jártok, gyertek ebédelni, ebédidőben vagyunk csak nyitva, ez nagyon fontos, hogy kb. 4-5 fele bezárunk. Így van. Szóval ebben a videóban mutatni fogok neked közéleti személyiségeket. Ne, nem ismerek egyet sem. És el kellene mondani, hogy szerinted milyen a stílusa, mit kéne változtasson. De magyar közéleti emberek? Aha, igen. Az lehet, hogy neccesebb lesz. Igen? Én most hogy vagy? Tehát így jól vagyok? Mit mondasz? Hát figyelj. Megmutatom a kamerának is. Polo, baseball sapka. Így vagyok, meg van rajtam egy fekete farmer, tehát semmi extra. Tudod, mivel lehet, hogy azt mondtam volna, hogy ha mondjuk ezt a sapkát fölveszed, akkor lehet, hogy egy kicsit ilyen vagy egy fehér edzőcipőt vegyél, vagy egy ilyen bézsfehér, de amúgy a sötét kék meg a fekete az megy egymáshoz. Elmegy, ez a... nem? Persze, szerintem ez így bőven belefér egy ilyen péntek délutáni, ebéd utánira. Nem a másik nadrágomat vettem. De tényleg, ezt megkérdeztem tőle, hogy van-e a másik nadrágja, és most ezt tényleg kidobtad, hogy kiválasztod? Nem, megvan. Egyébként annak nagyon örülök, mert amikor forgattuk ezt a cuccot, akkor már mondtam, hogy figyeljetek gyerekek, azért nem szabad megsemmisíteni ruhákat, amikor a világon nagyon sok embernek arra sincs pénze, hogy kaját vegyen magának, vagy ruhát. Tehát szerintem ez egy jó gag volt, de az tök jó, hogy megmaradt, mert esetleg lehet, hogy valakinek még majd tetszeni is fog. Azt mondjuk nem tudom kinek, lehet, hogy még tetszeni is fog, és lehet, hogy fölveszi. Tudod, be akarom így rámásztatni és felrakni a falra nadrágot, hogy relikvia sorozatból. Aha, jó, hogy azért fújd le valami neolux-tel, vagy graffitizél rá egyet. Na, mutatom neked a személyeket. Na nézzük. Berki Krisztián. Hát igen. És direkt ezt a képet választottam ki, mert tudjuk, hogy a Krisztián egyébként szokott egyedien öltözködni. Aha. Hogy ugye mit látunk a képen? Van ott egy ing, van egy zakó rajta, zakó van rajta. Igen, ez egy zakó abszolút. Egy kicsit hosszítottabb fazonú zakó. Van rajta egy farmer bermuda, és van rajta egy leggings, meg egy edzőcipő. Igen. Ugyan? Na, hogy ez így, de ez engem tényleg érdekelne, hogy... Hát figyelj, igazából ez egy olyan kombó, amit mondhatnánk azt, hogy mondjuk lehet, hogy a Pharrell Williams is fölvenne magára. Ugye a Pharrell Williams az arról híres, hogy ő volt talán az első, aki úgy ment nagy díjátadókra, hogy rövidnadrágos, illetve az AC/DC volt, most hazudok még valamikor az ő fönnállásoknak a hőskorában, akik rövidnadrágos öltönyt hordtak. De a Pharrell Williams az megcsinálta azt, hogy ő smokingolt, olyan smokingot hordott, ami shortban van. Na most az már egy nagyobb vállalás, hogy ehhez valaki egy ilyen edzőtermi leggingset vesz föl egy ilyen terep mintában. Aha. Hát a Krisztián szeret egy kicsit ilyen megbotránkoztatóan öltözködni, ő úgy gondolja, hogy ebből ő egy ilyen stílus ikon a hazai piacon, és szereti ugye ezt a kicsit Dolce & Gabbana-s eleganciát ugye elvinni egy kicsit a D-Squared-es vonalba, meg egy kicsit ebbe az irányba. Hát figyelj, én mindig azt mondom, hogy szerintem nála arra kell vigyázni, hogy egy óriási nagy lombrágó zsiráf 2 méter magasan, hát még nem is zsiráf, mert mondjuk ekkora zsiráf, inkább egy mamut, de hogy arra kell vigyázni, hogy a nagyon magas izmos embereken az ilyen kicsit vadabb stílus elemek, azok néha, ugye mivel fölnagyítódik az egész, azért olyan furán hal. Tehát mondjuk ugyanezt elképzelnéd a Puskás Petin, vagy mondjuk elképzelnéd egy ilyen kis filigrán. Az másképp néz neki? Azért egészen másképp néz ki, másképp néznek ki az arányok, egy ilyen vékony csíknyakendő is tök másképp néz ki egy vékony fiú, mint egy olyan csávónak, akinek ekkora nagy bikanyaka van, mint mondjuk a Krisztián. Ez alapvetően megy egymással, ez a set. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy provokatív set. Én azt gondolom, hogy szerintem ez egy sokkal vagányabb set lenne, hogyha nem egy farmer bermudával lenne, hanem valami izgalmas, olyan szövetből készült sorttal, mint amilyen az akó. Tehát az egész tényleg egy öltöny lenne, és ahhoz talált volna egy nagyon... Én nem egy militári leggingset vettem volna hozzá, hanem ha már ilyen vagányba megyünk, akkor egy fekete-fehér mintás, vagy egy olyan mintás, ami itt meghagytam volna a fekete-fehér színeknek a játékát, és akkor ebből lehetett volna szerintem egy tök vagány dolog.
így is eléggé szembetűnő, hát mondhatjuk úgy, valószínűleg, hogy a kis kommentelőidnek kicsapja majd a biztosítókat, abban biztos vagyok, de hogy hát igen, tehát hogy itt van az, hogy érdemes szabadon gondolkodni az öltözködésben, érdemes vadulni, én mindenkinek azt tanácsom, hogy nyugodtan vaduljatok ti is, főleg, hogyha szerettek játszani a külsőtökkel, de mindig figyelembe kell azt venni, hogy az embernek a saját alakjához, a saját karakteréhez mi az, ami igazából inkább illik, és mi az, ami kevésbé. Következő Dancsó Péter, egy ilyen régi képet találtam, mert ugye mostanában nem öltözködik úgy, ha most már azért hogy ilyen kicsit igen. Most... De jól öltözködik mostanában, de ez egy tipikusan régi Dancsó. Mit gondolsz, Péter? Dancsó Péternek van egy styling team? Vagy valaki megtervezte az arculat? Hát, fogalmam sincs. Ehhez a képhez képest szerinted valaki azt mondta, hogy na figyelj, de Petikém, hogyha azt akarod, hogy komolyan vegyenek, akkor ezért itt változtatni kell? Ehhez a képhez képest szerintem valaki megmondta, hogy kellene. Ugye? Mert azért én itt egy ilyen mit tudom én, Arany Dániel matematika verseny, középiskolai, mit tudom én, döntős, erre mondhatnánk. Hát figyelj, ez az, ami gyakorlatilag a semmi, ugye? Tehát ezt nevezhetjük az öltözködés minimumának, ugye egy ing és egy pulóver, hozzá egy farmer, ez ami semmilyen konfliktus nem vállal, semmilyen extremitást nem mer, ez egy teljesen klasszikus szín összeállítás, valószínűleg nagyon-nagyon sok ember hord ilyen ruhát, mindenki, aki ilyen ruhát hord, valószínűleg nem gondolja azt, hogy neki valami nagyot kell virítani az öltözködésbe, hanem azt gondolja, hogy ha a világos kék meg a sötét kék egymáshoz illeszve van, akkor az egy olyan állítás, amiben nem lehet belekötni. Aha. Ez tényleg, hogyha mondjuk például egy zárt helyi dolgozatot ír valaki, vagy mondjuk éppen felel töri órán, akkor ebbe a tanár se köt bele, és nem azt mondja, hogy kisfiam, ne gondold, hogy nem buktatlak meg, hogyha a hajadat nem vágod le, és nem veszed le a körömlakkodat, és nem tudom, nem veszed ki a piercinget az orrodból, büdös kölyök. Persze. Hanem egy ilyen üzével azt mondják, hogy na ez jó van, hogy te tanult egy kicsit, akkor megadjuk a jobb jegyet. Ezt tudod, mi illik? Még ez a nagykeretes szemüveg, tudod, ami az ilyen kockáknak. De az már, a nagykeretes szemüveg, az már egy vagány stílus állítás, mert ugye most már pont ez az old school keretes szemüveg, ez már nagyon menőnek számít. Tehát ez pont az, ami semmilyen konfliktus nem vállal az öltözködésben, azt lehet mondani. Igen. Következő alanyunk az Viszkok Fruzsi. Női karakter, tehát személyt is választottam. Ő egy youtuber, közszereplő, nem tudom, ismered-e? Persze. Ismered, szuper. És hát itt direkt találtam egy olyan képet, és ezt választottam direkt, hogy kicsit eltérnek azért a motivációk színek egymástól. Ez egy meglepő választás Fruzsitól, mert Fruzsi általában a kicsit visszafogottabb, klasszikusabb dolgokat szokta hordani. Én láttam a képeken. Hát igen, tehát ő tipikusan a Viszkok Fruzsi, az a girl next door, valószínűleg ezért is van ennyi követője, tehát pontosan az a helyes, kedves lány, aki mindegyikünknek lehetne a szomszédja, és mindegyikünk átmehetne hozzá két tojásért, vagy mondjuk egy pendrive-ért, és nagyon cukin oda, hát valószínűleg ezért is van ennyi követője, és pont ezért ő az öltözködésében nem szokott ennyire bevállalós lenni, tehát egy leopárd mintás motoros jacky, meg egy magas derekú, megkötős olivaszínű nadrág és egy mustás színű garbó, azért lássuk be, hogy itt főleg a budapesti közéletben, ugye látjuk a kis visszafogottabb színű budapesti utcát, ehhez képest azért ez egy erős statement, nagyon jól áll neki, és egyébként a színek harmonizálnak, tehát a földszínek, a barnák, a bézsek, az oliva és a mustár, az mind egy családnak a tartozéka, és Fruzsi egyébként egy ősz típus, ugye ez nem azt jelenti, hogy őszül, hanem azt jelenti, hogy egy ilyen meleg, szőkés barnás haja van, egy meleg bézses arcbőre és egy meleg tónusú szeme, tehát neki pont ezek a földszínek rohadt jól állnak. Ez Szirmai Gergely. Aha, hát ez igazából egy karakter ruci, tehát ez persze. Gyakorlatilag lehetne a Got Talentnek az egyik fellépő ruhája, lehetne egy műsor, tehát ugye a nadrágtartó, csokornyakkendő farmer, főleg, hogyha mondjuk látnánk a cipőjét, és ez mondjuk egy ilyen makkos cipő lenne egy fehér zoknival, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan, mint hogyha a Grease Musicalből, vagy a West Side Storyból lépett volna elő. De karakteréhez jól áll? Szerintem, hát főleg ez a kis bajuszhoz, szerintem menő. Szerintem is. Szerintem menő. Ez mindenképpen egy bohém, ez egy szimpadias öltözék. Akkor is, hogyha valaki mondjuk utcára viseli, vagy egy szórakozó helyre, azért ennek megvan egy kicsit ez a musical-es, kicsit szimpadias hatása. Így van. Nem tudom, mennyire látod, ez Kulcsár Edina és Csuti. Igen. Hát Kulcsár Edina jobban néz ki, mint Csuti, azt kell, hogy mondjam.
Azt kell, hogy mondjam. Jobb a színválasztása is, szerintem. Mm. Nagyon szép ez a kicsit olajos, acélos kék evel a szintén ilyen dohányos, mustáros táskával. Csuti magát öltözteti? Vagy legalábbis Edina megmondja például neki vajon? Szerinted, hogy... Hát figyelj, igazából nincsenek partner lookban, hogyha hát azt nézzünk, tehát nincsenek egymáshoz öltöztetve. Nekem egy kicsit fura ez a kicsit bársonyos zakó ehhez a vászonnadrághoz. Szerintem ott ez nem igazán passzol a sztori. Maga a szín egyébként még menne is ez a szürkés kék és a bordó, de valahogy nekem az anyaghasználat az nem annyira passzol. Uh-huh. Következő Na alany. Nézd, mi jöhet még? Ó, hát a drága Viktorom. Ugye, aki saját bevallása szerint is UFO. Tehát ugye igen, feltétlenül ugye az ő öltözködését azért a Csillagok háborújához, az Ötödik elemhez és egyéb ilyen filmekhez kell viszonyítani. Igen, de várjál, a kövi is az, tehát azt megmutatnám, hogy... Ja nem, az nem az. Nem, az, igen. A kabát tetik el. Akkor itt még meghagyjuk, hogy ez igen. Is szerinted... Hát figyelj, ez ráadásul a reggelibe van hozzánk, így szokott bejárni az ETE-be a reggelibe a Viktor, sőt van olyan, amikor ilyen egész szemetbe töltő fekete kontaktlencsét vesz, és három hegesztő pisztolyból összeragasztod. Hát azért, mert így fejezi ki magát? Ő egy tipikusan olyan művész, aki azt gondolja, hogy ugye nagyon sok ilyen művész volt Andy Warholtól kezdve, tessék a Google-be beütni, aki nem ismeri, Andy Warholtól kezdve egy csomó olyan ember, de mondjuk mondhatnánk Madonnát is, uh-huh. Ugye, aki 60 évesen a Malumával most nyomta ki a legújabb számát, tehát nagyon sok olyan művész, aki a saját testén, a saját külsején is kísérletezik. Egyébként én is ilyen vagyok, én is fölvettem azért, meg most is fölvesztek őrültebbnél őrültebb ruhákat. Van, aki úgy gondolja, hogy az emberi test, hogyha ráraksz egy bármilyen textilt, az egy igen. Kommunikációs eszköz, aha. És hogyha valaki őrült és bolond és keresgélő és kreatív és művészi ambíciókkal rendelkezik, akkor ezt ő a külsején is megmutatja jelekkel, és ilyen a Viktor például. Hát ő egy ilyen, az biztos. Ami azért nagyon fura, mert a zenében nem ilyen. Igen, az hát az ugye? Igen. Igen. Tehát én emlékszem, amikor ő először a Csillagszületikben, vagy a nem tudom, vagy az X-ben, vagy az X-ben. Hát nem tudom. Na mindegy, tehát valamelyik tehetségkutatón feltűnt, és akkor az volt a száma, hogy lehet kék az ég, igen. Lehet zöld a fű, igen. És gyakorlatilag egy ilyen tingli-tangli, semmilyen igen, kis száma egyszer, volt. Nos, ehhez képest ez a 21. századi űr-odüsszea, ez a elvetemült Burning Man-es őrület, azért ennek nincs köze, tehát legalábbis egy ilyen gitárszaggató, nem is tudom, milyen punk rock zenekar, vagy nem tudom, miben kéne játszom. Ami teljesen szétesett, az ilyen... És az a fura, hogy a karakter is inkább ez a kicsit lazább, lágyabb. Igen. Tehát amikor beszél, az is ilyen elszállósabb, ilyen nem tudom. Tehát ahhoz képest azért a külseje sokkal vadabb, nem? Lehet még dolgozik benne aztán majd. Hát igen, lehet, hogy az van, hogy neki van egy alapkaraktere, amiben szunnyad valami, és ezt ezekkel a ruhákkal tudja kifejezni. Lehetséges. Majd mi szunnyad benne, arról azt inkább hagyjuk. Ott van, Kabát Peti. Kabát Petit imádom. Szakadt nadrág, illetve van egy ilyen halálfejes. Kabát Peti az a focista stíló. Focista persze. Stíló, az abszolút, én amikor látom a Petit, mindig azt hozza, pontosan ezek a szűkített, foltos, rojtos farmerok, pólók, ingek, elegáns feszülős ingek, tetkó. Tehát gyakorlatilag így... Élik hozzá? Nagyon élik hozzá. Én azt gondolom, hogy neki mindig úgy kéne sétálni az utcán, hogy mögötte a Dózsa lilaszínű lelátója jöjjön, így tolják utána a tribünt, és akkor tökéletesen néz neki mindig ebben az utcán. Igen, így persze. Van. Győzik-e? Jézus Mária, győződ, de imádom. Ez tipikusan egy olyan kép. Hát nekem nagyon nagy példakép. Hát Győzike az a legmenőbb. Tehát a... Követ engem Instagramon, erre nagyon büszke vagyok, ezt hadd mondjam el. Tényleg? Igen. És nem szokott írogatni? Egyedüli youtuber vagyok, akit követ. Úgy tudom. Nekem mindig akkor szokott telefonálni írogatni, például amikor a Heroikat fölöltöztettük a izébe, az X-Faktorba, aha. A kis gyönyörű arany izébe, akkor igen, egy hétig hívogatott. Hallott tesó, mondd már meg, hogy hol vetted azt az aranyanyagot, mondd már meg, és mondom, tetszik nekem. Győzi, figyelj, Miami-ba vagyok, nem tudok most nézni. Jó, de hallod, akkor holnap hívlak, jó, mondom, ne hívjál, mert nem tudom. Na mindegy, tehát igen, Peted, ő a csillogásnak a szerelmese. Jól áll szerinted neki? Hát hozzánőtt, az biztos. Az arany, a sejem, a bársony. Hát persze, hát figyelj, neki ebből volt sója. Tehát én azt gondolom, hogy ő egy olyan karakter, ami a gicsre épül, és ezt a legjobb szándékkal mondom, mert nekem a gics az egyik legkedvencebb esztétikai kategóriám. Szerintem a túlzás, meg a sok, meg az arany, meg az ezüst, az főleg a Győzikének, aki maga is egy túlzás. Tehát az ő egész műsora, az egész megjelenése a túlzásról szól. Hát miért öltözködjön úgy, mint mondjuk a Dancsók a igen. Kis pulóveres inges verzióban, nem? Fura lenne. Hát nem is érteni. De azt hiszem a következő is. Csak ő. Mondjuk minimum egy zebrán kéne lovagolnia mindig a Győzinek. Parancsolj. Tessék, és itt van. Hoppá. Na itt megmondom, hogy mi nem tetszik, de rohadtul. Na. Hogy
hogy ha ezt ilyen szépen kitalálták maguknak, ezt az arany-fekete cuccot, a harmadik karakterem miért nincs semmi? Az még igen, tehát oda minimum belógattam volna egy rohadt nagy aranymedálos láncot, tehát lehet, hogy ő a feketét szereti, de akkor is mondjuk ide, ráadásul nézek, hogy mennyivel jobban nézne ki itt a ruha, hogyha itt lelógna mellig egy ilyen nagy, igen, ilyen igazi, majdnem ilyen kicsit hip-hopos aranymedál. Amit nekem adta oda látszott. Egyébként legközelebb odaadom, Győzi, a kéritek. Tök jó ez a fekete ilyen csempeszerű háttér, viszont ami nagyon gáz, az a piros bőrfotel. Tehát ez, aha, a piros bőrfotel ezzel a, ezzel a formavilággal, ezzel valami tök más dologhoz. Ide egy ilyen aranytrón kellene, vagy valami olyan, ami ehhez az egész ilyen aranybarokkos, ilyen kicsit versácsés világhoz működik. Ez egy nagyon nagy mínuszpont, ez a piros fotel itt. Győzikém, ne haragudj, ha felhívsz utána, ha nem. Más fotelt kellett volna választani. Igen, a fotel le kell cserélni. Igen, ott itt van a Viktor. Még egy Viktor. Hát itt egy kicsit olyan szexibben van, villantósabban, mellszőrzetben, tetkóban. Hát egyébként igen, tehát ebből is látszik, hogy mi van akkor, amikor az UFO bal lábbal kell föl, vagy jobb lábbal kell föl. Igen. Ugye az előbbi fotó az volt, amikor jobb lábbal kell föl, és mindent magára aggatott. Itt egy kicsit bal lábasan kell föl, ez látszik a szemén is a Vikusznak, úgyhogy itt egy kis lime színű atlétával, meg egy hirtelen fölkapott kis üzével azt hitte, hogy el lehet blitzelni az öltözködést. És az utolsó... És egyébként nem áll rosszul neki. Nem, alapvetően tényleg nem. És az utolsó egy Sebessén Balázs, viszont a régebbi időszakban. És azért választottam ezt a képet, mert nem értek annyira hozzá, de ugye nagyon eltérnek a színek, a mintázatok. Szerinted ezen a képen... Én ezen a képen a Balázst most így, ahogy van, elvinném a Mi kis falunk című sorozatban, és ott adnék neki egy karakter szerepet, mert szerintem ebben a ruhában tökéletesen működne. Szerinted ez így milyen? Hát... Magad mondtad. Igen. Magad mondtad. Tehát ez valószínűleg régen készült ez, igen, a kép. Igen, ez régen valószínűleg készült. Ez a televíziózás hőskorában készült, amikor még kevesebb ruhaszponzor volt, nehezebben lehetett ruhákat szerezni. Hát ez mindenképpen egy olyan fotó, ami azért sok kérdést vett föl. És mostanában? Én személy szerint mostanában nem tudok belekötni, tehát 10-10, hogy mostanában öltöztetek. Hát egészen más, persze. Egészen más a stílusa. Én azt mondom, hogy ebből is látszik, hogy honnan hova lehet fejlődni. Sose hagyjon ebben ezeket a remény. Pontosan, ebben gondoljátok be ti is, hogy van út felfelé. Köszönjük szépen, megnéztétek ezt a videót, köszönöm a véleményeket. Gyertek kajálni a lakatos műhelyben. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Szevasztok!